Sziasztok, sziasztok, én Oni vagyok, és ez itt a Kockasztal csatorna Harcosok Klubjának legújabb része, és itt van velem Dante. Sziasztok! És most egy olyan játékot mutatunk, ami körülbelül 2,5 perccel kaptam oktatást róla Dantétól, tehát igazából azt tudom, hogy még van mit csinál. Igen, de most itt az a sztori, hogy a előző nagyon brutális Street Fighter 5 veresége után úgy éreztem, hogy az lenne legfelebb Onival szemben, hogyha egy olyan játékba verném szét a fejét, amiben tuti, hogy nem tud győzni, mert még sose látta. A fair szót, az nagyon ironikusan mondtad, remélem. Mondjuk téged ismerve ugyanúgy te fogsz nyerni, de akkor biztos, hogy kirepülsz az ablakon, tehát ebben 100%-ig biztos vagyok. Na igen, szóval ez itt az Injustice 2, és megmondom őszintén, én nem vagyok nagy kedvelője a szuperhős témának igazából. Se a Marvel, se a DC oldaláról engem nem igazán kötnek le ezek a dolgok. Viszont ezt mégiscsak ugye a NetherRealm csinált, akiknek azért a Mortal Kombatot is köszönhetjük. És ahogy nézegettem a játékot már a megjelenéskor is, nekem úgy tetszett. A grafika az fergeteges volt, a játék sokkal felgyorsultabbnak tűnt, mint az első részben. Egy csomó érdekes karaktert láttam, úgy voltam vele, hogy teszek vele egy próbát. És hát a türelmemnek hála sikerült is bejött, mert sikerült is megszereznem a Legendary Edition-jét a játéknak, amiben a létező összes DLC karakter, meg pálya, meg mindegyik benne van. Szóval ez egy elég király kis csomag, elbeszélve egy baromi jól kinéző fémtokról, meg mindenféle relikviákról. Közben akkor elmutogatom a játékmódokat, ezt félig Oninak is, mert ő se látta még, tehát egyszer van ugye egy single player. Köszönöm. Ugye van egy story módunk, ami szerintem tök jó, bár a nehézségi görbéje az ilyen kicsit színuszgörbe feelingje volt nekem, mert egyszer ők vernek téged bucira, máskor meg te őket. Ugye ez a single fight az egyszerű. Van egy ilyen multiverzum, ez elég érdekesen működik, ezt meg is mutatom. És itt bejönnek ilyen különféle bolygók. És ez technikailag ez egy arcade módszerűség, választhatunk egy csomóféle bolygó közül, ez a Battle Simulator sorokban ez fix. Rámegyünk egy bolygóra, mit tudom én mondjuk erre. Itt vannak különböző arcade tornyok, és ezekben az a pláne, hogy azon túl, hogy mindenféle különböző utalmakat adnak, nehézségi szintjük is más, meg ugye követelnek néha karaktert, néha karakter szintet, mert nagyon sok mindent követelhetnek, hogy kikkel viheted végig, de van, amit csak szabadon, akivel szeretnél. És ezekben az a poén, hogy a végén van egy nagy jutalom, mindegyik végén, plusz ha az egész bolygót megcsinálod, illetve ezek, ez most például 26 perc múlva, ez lecserélődik és eltűnik, és kapunk helyette újakat. Tehát nem fix tornyokkal dolgozik a játék, mint mondjuk a Mortal Kombat esetében, hogy ilyen torony, olyan torony, ezek folyamatosan ez a... mennyi ez? 4, 5, ez az 5 bolygó folyamatosan 6 bolygó folyamatosan változik igazából naponta. No fatalities. És ez egy, ja hát persze. És ez szerintem ez egy baromi pozitív dolog, de a sima Battle Simulator, hogyha bemegyünk, itt meg az alap Survivor, meg Endless Battle módok vannak elrejtve, tehát igazából ezeket is megkapjuk ilyen formában, illetve ugye az arcade endingek is itt vannak. Ezek után van egy olyan, hogy legendás multiverzum. Itt ugyanez van, csak karakterekre bontva. Tehát én még egyébben se tudom menni, mert az elég masszus szintű karaktereket igényel, de az összes létező karakternek itt van a saját kis bolygója. Tehát ez is egy baromi jó pofa dolog. Hát ugye a practice meg a learn azt külön nem kell magyarázni. Érdekes, hogy a multiplayerbe tették a versus-t. Van egy sima, nézhetjük a gépet, hogy veri egymást, én sosem értettem, hogy ez mérjük, mert van benne egy tournament mód, ami szerintem szintén elég király. Ugye nyilván az online karakterkosztumizálás, itt tudjuk beváltani a multiverzumba szerzett kis ládáinkat ugye különböző kiegészítőkre, meg színekre, meg mi egymásra. Itt igazából semmi extra alapleírások vannak, nem egy nagy talentum, meg az extra menüpont. Tehát elmondhatjuk, hogy elég rendesen meg van pakolva tartalommal a játék, főleg, hogyha ezen generációt nézzük, és ugye vannak napi kihívások, ott a jobb oldalt láthatjátok ilyen oszlopban. Szóval én nekem ez egy baromi nagy pozitív csalódás az a játék, pedig eleve voltak elvárásaim, de megmondom őszintén, én kevesebbre számítottam, engem teljesen beszippantott a játék. Na, akkor ennyit a Dumáról. Főleg, hogy tegyük hozzá, az első résznek még színese volt. Igen, már mondjuk abban az pipityára vertelek, az egy jó játék, nem adottam? Azóta megvan? De, megvan, még eladó neked. Komolyan? Lehet, hogy megvenném, megmondom őszintén. Igen, úgy emlékszem, hogy egy meccset se nyertem. Igen, az egy nagyon jó videó volt, azt többször végig visszanéztem. Na, akkor... Ez valahogy van egy olyan érzésem, hogy itt is így fogok járni. Time to get serious. X. Egy X-et. És ugye nagyon sok karakter is van a játékban, mondjuk ez azért nagy részt a Legendary Editionnek köszönhető, de nekem például ez tetszik. Egy alapkiadásban mondjuk mennyivel van kevesen? Hát az alapkiadás az... Teknőcök nyilván. Az várjál... 8. 8 karakter, meg 10. 10 karakterre van kevesebb. Tehát ha egyszer be akarom szerezni, nyilván ezt a verziót. Nyilván ezt éri meg a legjobban, így van. Deadshot. Ki ez? Chita? Chita. Gorilla Grodd. Gorilla Grodd, Robin.
Supergirl. Supergirl. Robin. Robin. Amik ez a izé hang, ez olyan érdekes. Robin. Randomoztál? Na, randomoztál. Ú, Supermannek a börtönéhez megyünk. Várjál, annyi előny hagyj kapjak, hogy startoljuk le, hogy legalább meg tudjam, hogy mit tudok a raktól. What do you want, Damien? Na tényleg, ez a két perc van benne, ami kb. Várjál, és startot kérek szépen. Igen, ott vagy. Hát az szokásos, előre-hátra. Hát jó, de most próbálgassam menet közben. Na, még vagyok Robin. Az hátra, most nekem az hátrának igen. Számít? Leáltra, leáltra, leáltra. Hát szinte minden leáltra van, tehát igazából jó. Mert? Ez így nem, igen. Akkor ez így nem részes. Már csak ugye azt nem tudom, hogy mi mit csinál, tehát igazából mi mindig ott tartok, hogy ki kell próbálnom majd. Ha. Ha, tudok futni. Jó, addig meg se ütöttem Dante, tehát... Láttad, milyen pószt nyomtam a levegőbe? Sarjókem! És ma meghalsz, Metszer? Aha. Ez nekem jó. Az az a kis körül a körrel benyomható cuccos, amit mondtam neked. Hát oda tudta teleportálni hozzá. Aha. Ez elég hasznos lehet amúgy. Tudod, R2-R2-ben van a... Tudom. Van a nagy trükk. Amit most előttél, remélem tisztázolni vele. Igen? Igen, a manánás képességet nyomtál. Ugrálok én, mint a hülye gyerek, de mi? Nem tudom, az első részhez képest a harc szerencsére dinamikusabb lett. Uha! Mert baromi látványosak ezek a nagy trükkök. Csak a vér hiányzik elő. Igen. A sztoriban van minimálisan. Igen? Aha. Jó, hát nem... Nyilván nem Mortal Kombat. Hé! Hey, felfelültök? Hát ezt talán nem élem túl. Már eleve nem élem túl, hogy kikerültünk az űrbe amúgy. A Supergirl ez nekem nagyon bejött. De jó, hogy azért után felálltam, hogy érdes. Igen, ezen érdekes, hogy nem fúnak padlót a karakterek. Continue. Select a new fighter. Ez eddig esélyes mérkőzés volt. Szerinted is? És valószínűleg... Kicsit meg is nyugodott a lelki világon, megmondom őszintén. És valószínűleg... ugyanígy fog járni az összes karakterre, mert nem tudok senkivel sem. Harley Quinn. Lőj a arca. Mindig szép kertnek. Igen, ezt soha nem értettem semmelyik izébe, hogy lefagyasztják, de a Mortal Kombatban is lefagyasztja, és aztán... Tehát igazából csak egy 1 mm jégpáncélt tesz rá. Sub-Zero-t minden részbe átalakítja. Meg minden játék. Mondjuk a többiek is. Sub-Zero az egyik kedvenc, úgyhogy igen. Vagy tudod, hogy ő Mortal Kombat Ryu-ja? Nem, az Mortal Kombat. Vagyis Ken. Tudom, csak annyi különbség, hogy kettőjük, tehát Ryu, Ken... Most te ilyen malacs kutyákat fogsz nekem, mint a... Kiének. Az ilyen disznó kutyának. Ezt figyeld, Harley Quinn le tud feküdni, ne csinálja semmit, figyelj! Várjál, ezt akartam, hogy van. Várjál, hogy előjek fel, ez az... Magától áll fel, magától áll fel, mindig hagyjuk. Az igen! Én is tudok! Mi akar fenni? Ha nem ez. Nem lehet levéden? Lábra ment. Ja. Jó tudom. Hát itt van egy kis vér benne legalább. Szép volt. Ez nekem olyan nagy trükk, ez tetszik. Szedjél le onnan, gyerünk! Lancba. Van egy olyan, amikor elkezd dokinőt játszani.
Igen, a Sub-Zero az érdekes az a fagyasztás, mert ha túl közel van az ellenfeled, akkor nem, akkor széttörik magát az a cucc, ezt nem igazán értem még rá annak a logikájára. Ez mire? Azt, ha körülötted vagyok, akkor tudod benyomni. Húha. Húha. Ez olyan őszinte pillanatok. Na, egy meccset nyertem. Haladunk. Hey, az... de milyen messze voltam? Szemétségből. De ezek a punktarajos, nyakörves hiénák. Miért nem fogy ezt lehet? Yeah! Nagyon nem színeztem túl, hál' egy pillanat. De ő lövöldözni tud kb. Egy meccset már nyertem. Már ugye egy fél meccset. Ez már haladás. Na, egy kicsit jobb a lelki világom a Street Fighter 5 után, megmondom őszintén. Tehát már több játékban volt, ahol meccset sem nyertem. Raiden. 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 Béna a kommentár hangja. Hú, nem is tudom, kivel menjek. Kivel menjek? Hány meccset tolunk? Nem tudom. Azokkal a karakterek, akikkel semmit nem tudom. Yuki? Ja? Nem Shazam. Hát pedig úgy néz ki. Mi a neve? Black Adam. Ne fogalmam sincs. Aki tudja, kik ezek a karakterek, nyugodtan fogadunk bármilyen információt, mert én teljesen hülye vagyok. A nagyon minimálisak a tudom, hogy Superman meg Batman, de ez a Black Adam kicsoda, fogalmam nincs. Hülyén néz ki. A maszkja. Mehen admires your courage. De egy karakter, akinek ilyen kupaszodós feje van. De ő gonosz karakter. Igen. Aha. Hú, az téged? Bocsánat. Raiden az barom jó lett benne. Mondjuk el is várom egy Raiden szintű karaktertől, hogy jó legyen. Ez mi volt? Levegő? Aha, tudja a levegőbös. Levegőbös, tél persze. Húha! Nagyon helyes. Én már hányszor akarod még kilőni magadat, ha szabad érdeklőd? Ahányszor muszáj. Sanyi mama ne! Te se gondolod komolyan, ugye? De. Ugye érdeklődés szintén kérdezem. De. Csicskalángos, yeah! Mondjuk ez is, ezt nem szeretem be az univerzum, hogy itt mindenki ez a köpenyes, úgy nézek, mint Superman a föld felett, remegek. Lehet azért, mert ez egy Superman univerzum konkrétan. De akkor is. Nem, hát ott van a kert. Jók azok mit? Hát ott bevédtek még, hogy le Sanyi mama néztél. Kert csak lefkerekét. A 9. részben úgy vettem meg Shao Kahnt, és büszke vagyok rá, mert amúgy rohadjon meg! Hát, mi? Mi levédtem? De, és nem lehet egyből rányomni, de gagyi! Hát ez szemétség volt. Ja, én kaptam! Te kaptál trófát! Ez a legkedem pont, hogy nekem tetszik a stílusa. Szokásos, ha 5-ig eljutunk egy győzelem nélkül, akkor vége a videó. Csak most te fogsz kirage-elni? Én nem fogok kirage-elni, mert ez a játék. Tudod, te nyugodt maradsz, nem rage-elsz, kikötkötsz, sziasztok, Oni vagyok, egyedül. Csendesen kiírtam Dante-t. Nem rage-elök ki, mert fogalmam sincs amúgy játékban. És tudom, hogy kinyitik. Hát igazából ezért próbáltam legalább mortális karakterrel, de abszolút nem ugyanazt tudja nyilván. Hasonlókat tud. Nem, azért tudják, a Mortal 10-es movesetjük van. Az a trükk. Elmondom neked. Aha. Zöld lámpás, ez olyan béna az a kalap. Hát nagyon. De van piros lámpás is. Most lehet, hogy valami DC rajongó átvágni a torkomat, amire ezt mondtam. Nem, úgy tűn, a zöld lámpás, ez nem tartozik. Hogy a komment utálják csak egyedül. Dr. Fate. Úristen, zöld ilyen.
Ez ki? Ezt tudod ki? A Suicide Squadban az egyetlen karakter, aki jól nézett ki, a csaj, aki megszállja a másik csajt. Az a, az, az ősi egyiptomi, azt hiszem. Én ez örülök, ne támogass. Jó, hogy előző pályára megyünk? Nem én választottam. Nem, randomot nyomtam. Ez a Bane kinézetet én nem értem. De jó, nézze a kitechnik. My shell and my steel are unbreakable. Jó, nyomni és start. Oké, okay, és egy Bane az ilyen megfogós karakter, amúgy olyan durva hát, tudás. Le hátra, hátra, előre, le hátra, hát jó. Addig nagyon jó. Ez tudjuk, hogy a társadat behívod? Ezek meg ez a körös képességem, az a, tudod, mit visszatölt. Nem ez csak itt benne van, csak így mi spoilnak. Addig sem nem látok, hogy mi történik. Nem tudok így jutni, meg dugni, hogy egy pankrátor karakterrel vagy? Levédted? Le. Te most. Annyi van ezekben, hogy amúgy Luther kit hív be, vagyis ahogy én észrevettem. Na, én nem tudok egyszer is sem megfogni. Figyelj! Ezt láttad? Nem. Bejött egy patkány, azt meghajolt előtte izét, Leonardo. Pedig ezt erőből csináltam azt. De ütni se tudok? Hogy ennyire lassú? De én az nagyon lassú, de mocskos erős. De engem ő szokott legjobban szopatni azt előtt. Jó, a gép az lehet. A gép az lehet, de én. De én az brutális. Jó, meg ahogy tetszik, hogy annyi kioldható ruha van, de annyi. És lehet olyat csinálni, hogyha már egy kinézetet megszereztél, akkor át tudod egy másikat alakítani azzá. Tudod, hogy jobb képességeket ad, de ne nézzen ki nagyon vagy. Ezt igen csak beszopom. Jó, igen, ez az egész pályán elkap ez a taposás, ha izé... Pedig levegőbe voltál, nem? Igen. Levegőbe voltál, csak volt egy ilyen aurája. Mondom ezzel, hogy így... Levegőbe voltam! Ne panaszkodja. Ne. Teknőcök kurva jó. Imádom a teknőcök. Shell shot. Hát de ennek el kell mondjuk kapni. De ez hogy... hogy fekszik le? Ez olyan béna. Azt miért nem dolgozták ki? Mm. Igazából Mortában is gagyi, amikor földön fekszik, feláll, hogy finish him, és aztán megint összeesik. Hát jó, de aki viszont ott kiütöd, az ki van itt. Na mit mondasz? Menjünk még egyet? Menjünk még egyet? Menjünk még kettőt, jó van. Na jövök valaki, aki nem tudom sokat játszani. Ja, én is csak olyan, akkor játszok. Nem tudom miért van az ki. Hellboy? A boy, mert Hellboy az mindent. Ez ki? Ez egy fos. Hú, ez nagyon gagy. Ez ki? Black Canary? Ez Sindel kb. Igen. Látszik, amennyire értek a dologhoz. Igazi... szuperős. Az Enchantress az amúgy király. Ott a valahasó sarok. Az egy... azt utálom. Most nem az a kérdés, hogy te kit utálsz, hanem hogy én kivel tudnék győzni. Ez is jó. Scarecrow. Aha. Captain Cold. Ezzel voltál. Szuper, ez Red Hood, ez ki? Hát a Batmetalban jó a dobos, tudod. Tényleg? Ja, nem, ott Robin a dobos, az egyik, jó, basszus gitáros. Na várj, van egy jó pálya, ami nekem baromi tetszett, ez. Mondtam, azzal a kézzel kapná egy füles, nem állnál úgy, mint ez a Red Hood. Na, Hellboy-a kb. Eddig összesen vagy három menetet játszottam. Több, mint amennyit én a Red Hood. Ready to duel with the devil? Right back at you, bud. Magában romperman-es izé van benne. Ja. De a hangja is olyan ő? Ez a pálya nekem nagyon tetszik. Eléggé Joker-nek való pályának.
Bocs, le kell startolnom. Nem tudok semmi. Hátra vele, hátra vele, elő, oké. Okay. Hoppá. Imperet Hoodalag egy meccset nem játszottam eddig. Tényleg? Aha. Mármint, hogy tehát őt irányítva. Elég gatalmasnak tűnt szemben. Hát végül is Hellboy. What the hell? Mire jó az a váltás? Nem értem, az élet nekem még úgy tűnik, mintha mindig lenne egy kicsi, de aztán kiderül nincs. Ez mi? Ez egy sokkoló. De ezt hogy? Valamire biztos jó. Ó. Húha, ezt igencsak benyeltem. Nem. Akartalak fogni, de ez sem sikerült. Oké, okay, most elraktam a fegyet. Ezt meg benyeltem. De pörgetem itt a fel, igazából. Köszönöm. Ez menő volt. Látod, hogy visszahúztalak a levegőből? Igen. Láttam. Na, menő volt. De pörgetem itt a fegyverem meg, elrakom, de azt sem tudom, mit csinálok. Mondjuk úgy, hogy ez a felvétel Dante lelki nyugalmáért készült. Ja, persze. Úgy, mennyi már le egyet a New Fighter-be, véletlen izét nyomtam. Ja, a körre vissza tudok menni, jó. Figyú, utolsó kör, hogy letisztázz a lelki ismeretedet. Most volt egy olyan karakter, akivel nem tudsz. Tudod mit? Gyere le ide, nyomjunk egy Mortal Kombat kört, ez egy rejtett. Nem. Gyere vissza. A random az a kapcsol is. Na, akivel most vagy, ezt nem jött állam. Mi, ezt is berandomoztad? Random, mit? De te nyomtad a randomot. A pályát? Aha. Nem, ott vagyok. Jé, külön vagyunk, látod? A... Legyen ez. Eddig én nem választottam pályát. De én nyomtál ott gombot, látod milyen mélységek vannak ebben a játékban? És hogyha én másra nyomok, mi van? Megverek szintén? Jó, itt már láttuk, nem lehet lenyomni. De legalább most meg tudom nézni. Nem mintha eddig bármi értelme is lett volna, de jó. Ezen nem kéne fejletnek lenni? Nincs. Visszfejlett rajta, nem tudom, hogy maradhatod ki. Begin! Ez a Darkseid, ezt utálom. Lehet, hogy most igencsak nyerni fogsz. Aha, persze. Esélyt is megtűnt meg. Oh, ez mi jó? Ő ilyeneket tud, ezzel kergetett engem a izébe egyszer, ez pont Skype-oltunk, emlékszel. Ez a barom. Ez az a karakter? Igen, aki össze-vissza lövöldözik. Az ez miért? Medve csapda. Ja, ez az volt. Húha. Hűha. Aha. Nem értem ezt a karaktert. Ó. Ó. Aha. Ez nem béna volt. Ilyen becsicskító lézer volt, nem ez? Aha, vagy felfel, vagy így tudok, ilyen. Aha, tudok idézni. Jó, csak azt tud kávé. Azt kell mondani, az Injustice az én játékom amúgy. Főleg, ha mondjuk játszanék is vele, akkor talán. Azért mortálra sem vagyok rossz. És ez ugye mortál harcrendszerrel van, tehát igazából... Ez messze van? Aha. Szerintem ez követős cucc, amúgy. Szóval lehet, hogy pár órát belőlnék, nem lenne egy iránydalú, de... Hát védekeztem. Le, lábra csúsztam. Lefele guggoltam. És azt figyeled, hogy a számzéről a nyak, ugye izé a koponya gerinc kitépősített a kameramennek tépi ki a koponyáját, mert ugye nem fért bele a cenzúra miatt, hogy a valakit megcsonkítson és a kameramen öli ezért meg.
Na hát, ez egy jó játék. Ez egy jó, az előző rész is bejött nekem nagyon, ez se okozott csalódást, azt kell, hogy mondjam. Az Injustice 3-at szerintem vedd meg előrendelés. Lehet, hogy meg is fogom amúgy. Na, szóval ez lett volna az Injustice 2, nekem nagyon tetszett ez a videó. Vajon miért? Hogy többször vissza fogom nézni, nem úgy, mint ezt a Star Street Fighter 5-öt, mert nem is adom. Dante-nak van eladó Arcade Edition-je valakit. De nem, hát pont mondtuk a videóban, hogy csak sima, mert a kódokat előttem a karakterekre, szóval csak... nem tudják. De hát mondtuk. Na jó, szóval ez van az Injustice 2, a harcosok klubja legjobb videóinak egyike. Legközelebb itt találkozunk. Mármint nem itt nálam, hanem hogy majd az interneten. Sziasztok! Sziasztok!